Na, hát köszönjük, hogy eljöttetek. Ebben a nem annyira jó időjárásban is. Igazából két dologról fogunk ma beszélni, Európa két legfontosabb kérdéséről, a háborúról és a migrációról. És a békéről. A nap végére ki fog derülni, hogy ki a háborúpárti és ki a békepárti a színpadon ülők közül. Világbéke. De mielőtt ehhez nekilátunk, Gergő, leülsz vagy? Mielőtt ehhez, és van mennyi mikrofon, ezt akkor neked kell majd adjam. Szóval azzal fogunk kezdeni, hogy ugye ezek a jó emberek itt mellettem mind 2019 óta gyakorlatilag hivatalban lévő önkormányzati képviselők, polgármesterek és alpolgármesterek. És a beszélgetés első részében arról beszélnénk, hogy alapvetően ők milyen politikai helyzetben kerültek oda, ellenzéki vagy fideszes vezetéssel, vezetői pozícióban, ellenzéki pozícióban vannak, milyen stratégiát választottak a működéshez, a politizáláshoz, illetve hogy segítette rajtuk bármikor is-e a humor. Krisztina. Miért mindig én vagyok az első, átadnám a lehetőséget alpolgármesteremnek, Döme Zsuzsannának. Én sokkal frissebb vagyok, mint a Kriszta. Igen, mi volt az első kérdés, hogy ellenzékben vagyunk-e, vagy? Milyen helyzet? Igen, tehát itt igaziból egy kétharmados ellenzéki győzelemmel kezdtük el 19-ben. Aztán nagyon gyorsan kiderült, hogy a Fidesz leváltása, mint ahogy valószínűsíthetően az országban sem ilyen rohadt egyszerű, Ferencvárosban sem sikerül összesen azzal, hogyha kétharmad ellenzéki képviselő ül a testületben. Ugye a Kriszta független polgármesterként regnál a kerületben, van egy LMP-s alpolgármestere, meg egy kutyapártos alpolgármestere, és hát gyakorlatilag minden ellenzéki pártból van ott néhány. A Fidesz kisebbségben volt 4 Momentumos, ők most arra ilyen szocik, vagy nem tudom mik lettek, és kiléptek a Momentumból. Volt 2 DK-s, 2 MSZP-s, egy Jobbikos, egy Párbeszédes, stb. És hát gyorsan kiderült, hogy ezek a képviselők, hogyha arról van szó, hogy melyikőjük emberét kell valamilyen igazgatói pozícióba beszavazni, vagy a saját fizetésüket fölemelni, akkor nagyon gyorsan együtt tudtak szavazni a Fidesz-szel, úgyhogy igaziból nehéz megmondani, hogy milyen ellenzéki vagy kormánypárti önkormányzatba ülünk-e, és igen, elég sokat nevetünk a városvezetői kabineteken, gyakran kínunkban, de próbálunk azért jókedvűen maradni ebben a szituációban. Igen, csak a humorhoz egy mondat, a kabinetüléseken mindig nevetünk, a testületi üléseken meg mindig sírunk. Vagy ha véletlen fölröhögünk, az megjelenik a pesti srácokban. Igen. Vihog az alpolgármester és a polgármester szalagcímekkel. Hál' Istennek a 12. kerület az egy békepárti önkormányzat. Meg is szavaztuk egyébként körülbelül 1,5 évvel ezelőtt ezt a Fidesz bevitte elég sok önkormányzatba. Dávid legutóbb vonatot rendelt, most mentőt. Ja, szóval a Fidesz bevitte csomó önkormányzatba egy békepárti előterjesztést, aminek az első mondata még oké is volt, mert az volt, hogy Oroszország az agresszor. Utána meg a magyar ellenzék háború pártiságát taglalta ez az előterjesztés. És a hát vita alakult ki, mert ugye nem értettünk ezzel egyet feltétlenül. És a Pokorni Zoltán polgármester tök jó arc volt, és így mondta, hogy hát basszus, legalább ebbe az egybe valahogy próbáljunk már meg egyet érteni. És igazából kiszedte a többi mondatot belőle, úgyhogy milyen az egyetlen olyan fideszes önkormányzat, ami végül azt a békepárti javaslatot szavazta meg, ami annyit tartalmaz, hogy Oroszország az agresszor, pont. Úgyhogy ez lett a igazán békepárti. Egyébként engem jó fejjen fogadtak, tehát ők barátságosak voltak, egy csomó fideszes elmondta, hogy a gyereke milyen nagy kutyapártos, Pokorni kért a fiának plakátokat, meg mit tudom én. Mikó Gergő mondta, meg többen mondták, és így látszott, hogy
hogy ilyen úgymond apróságokat, ezt most úgy értsétek, hogy egy önkormányzatnál apróság, tehát mondjuk ilyen pár millió forintos tételeket, nagyon szívesen és örömmel megszavaznak nekem. Például, amit a Suzi meg tudott csinálni Ferencvárosban, hogy óriás plakátokon hát ilyen arckiállítás jellegű tartalom van, azt nálunk is egyébként megszavazta még az elején a bizottság, csak aztán mire már eljutott volna a testületig, addigra már nem voltunk jóba, és akkor ott már nem támogatták. De ilyen szinten, hogy a, nem tudom, mondtam a Pokordinak, hogy ott nagyon, nagyon rossz a magas út, ahol én lakom, ott a, ugye ez fontos ígéretem volt, hogy a házam előtt lesz út, és hogy a járda, nincsen járda. És azonnal így hívja be a Rimóci János, városüzemeltetés, akkor gyere János, nézzük, hogy lehet járdát építeni. Tehát igazából az látszik, hogy, hogy lehet úgy működni egy önkormányzatban, hogy nem kritizálod őket, cserébe neked megszavazgatnak ilyen pármilliós biciklitárolót, vagy ilyesmi, amitől ők ugyanúgy tudnak tovább lopni. Te elmondhatod, hogy elintézted a biciklitárolót, és mindenki boldog és hazamegy. Egyébként tipikusan ez történt Zuglóban az ottani kutyapártos képviselővel, és hát ezért meg is kellett válnunk egymás társaságától utána. Összetétel, nálunk ilyen fideszes nagy többség van, hiszen ugye pont még tegnap előtt is pont mondta a MZP, hogy a kutyapárt miatt volt a kétharmad, ez történt a 12. kerületben is, ugye ezt mindenki tudja. Öt, rajtam kívül öt ellenzékinek nevezhető képviselő jutott be a testületbe, az egyik Vince Géza bácsi, ki reméljük visszalép, vagy visszalép még talán. Szóval ja, az MSZP is az fideszes lett, az LMP is fideszes lett, azt közben kirúgták, a két DK-s az ugye alapból fideszes volt, és akkor maradt még a Momentum, ahol a hát kihasználták a három lehetőséget, mert három emberük volt a kompenzációs listán, és most már a harmadik srác koptatja az ülésterem padsorait. Ő egyébként egy jó gyerek, a Vadász Gábor, aki most van, előtte a Hajnal Miki volt, aki nem jó gyerek, és a... De akkor még érdekesebb volt a Miki, mert akkor két naponta más volt a haja. Most, hogy már országgyűlési képviselő lett, most már sok ideje ugyanolyan a haja. Tehát a érdekességfaktort egy kicsit elvesztette. Ja, tehát igazából nálunk tök mindegy, hogy mit csinálunk egy testületi ülésen. Nem mondták itt, de Ferencvárosban, ahogy én látom, talán két-három hetente van egy egésznapos testületi ülés, kb. Ez a rendszeresség. A 12. kerületben évente 5 testületi ülés van tipikusan. Ugye 6 a kötelező évente a önkormányzati törvény szerint, ha jól mondom. De a közmeghallgatás is testületi ülésnek számít, úgyhogy 5-öt kell megtartani, ezek másfél órásak, reggel 8-kor vannak, és én hát előfordul, hogy elalszom. És hogyha fél órát késel, akkor már gyakorlatilag vége van, mire odaérsz a testületi ülésnek. De ez ugye abból fakad, hogy van egy fideszes többség, és igazából eleinte az embernek, tudod, vannak előterjesztései, meg hozzászól, meg minden, aztán rájön, hogy igazából mi az Úristennek mondasz te itt valamit, úgyse figyel rá senki. És egyébként nálunk van egy hölgy, Bernyák Adriennek hívják, KDNP-s képviselő. Ők a új generációs KDNP, nálunk annyira erős a KDNP, hogy itt leváltották a fiatal KDNP-sek az idős KDNP-seket, nem tudom, hány ilyen hely van az országban. És Bernyák Adrien iskola igazgató, ő ezt képviseli, meg a félmilliárdos házát a Moha utcában. Na de hogy, ő az a ember, aki volt egy srác, aki végignézte ugye az üléseknek a jegyzőkönyvét, és ez a hölgy egyetlen egyszer sem szólalt meg 5 év alatt. Tehát soha egy szót nem mondott a testületi üléseken, de kurva jó, mert most elindul újra a választáson. És annyira jó lenne megkérdezni, hogy mit fog mondani, vagy mi a terv, ugye? Mert a plakátról nem derül ki, mert az csak annyival, hogy megújuló hagyományok. Nagyon hosszan és unalmasan beszélek, visszaadom a szót. De mindesetre békepárti az önkormányzat, azt akartam hangsúlyozni. Ezért támogatjuk Oroszországot. Sziasztok! Nálunk a második kerületben szintén országos ellenzéki koalíció vette át a vezetést 2019-ben. Én úgy jutottam be listáról, kutyapártos listáról. Hogy is vannak az anyák? 12 ilyen összellenzéki koalíció és 8 Fidesz-KDNP, és akkor vagyok én a kutyapártal ott így a kettő közé ékelődve. Igazából, hát amit én csináltam ott, az szerintem nagyjából az, amit egy ilyen civil politikus így csinálna, hogy tényleg tök fontosak a közösségi ügyek,
nem tudom, szociális ügyek, és mivel kisebbségben is vagyok, mert ugye nem mentem bele egyik frakciószövetségbe se, tehát ilyen politikai lojalitási papírt nem írtam alá, hogy nem szabad kiszavazni, meg nem szabad kérdezni, meg azt azért ne kérdezd meg, tehát hogy ilyenekben én így nem mentem bele, úgyhogy ez megadja egyrésztről azt a luxust nekünk ott kutyapártosként kisebbségből, hogy megkérdezhetjük a dolgokat, és a dolgokkal, a fontos ügyekkel azért foglalkozunk, mert az ügy fontos, nem azért, mert mondjuk népszerűvé tesz. Tehát ez a fajta luxus, ezt egy kutyapártos független képviselőnek szerintem így meg tud maradni. Viszont hát nem mindig egyszerű, mert azért ezt a fajta működést még a magyar politikai nem nagyon tudja hova tenni. Tehát én szerintem, ami a kutyapártnak egy ilyen nagyon nagy erőssége, az az, hogy hát egy ügyre megy, és azt is meg tudja mutatni, hogy kisebbségből is, hogyha mondjuk nem azt mondod, de élből, hogy hát így úgy sincs semmi értelme, mert nincs meg a többséged, vagy nincs elég segítődben, akkor nem is érdemes semmit se csinálni. Hogyha ennek ellenére stratégiát kellene mondani, hogy mit választottam, akkor az az, hogy mondjuk megtanultam, hogy arra van az ajtó, de azt is, hogy hol lehet visszamászni az ablakon például. Úgyhogy így nekem egyelőre erre futotta a mozgástérből. Én egy nagyon rövidet még, mert tudom, hogy sokan vagytok itt, akik képviselőjelöltek, és reményeink szerint képviselők válnak belőlük, és egy kicsit tartanak attól, hogy egy ilyen típusú túlsúly lesz a testületben, mint amiről Veronika is beszélt, hogy gyakorlatilag egyedül van valaki, hogy is mondjam, más politikai kultúrát megtestesítő és azzal abban gyakorlatot szerző pártok képviselői között. Én ugyanebben a helyzetben voltam 2014 és 2019 között, akkor még az együtt listás képviselőként kerültem be egy olyan testületbe, ahol 5 ellenzéki volt és 13 fideszes, és nagyon gyorsan kiderült, hogy a többi ellenzéki sem ellenzéki. Ugye ott, hogy is mondjam, a szocialisták jól kimutatható, gyümölcsöző együttműködést folytattak, ez szó szerint idézett Gegesi Ferenctől a fideszesekkel, és nagyon rosszul éreztem magam, amikor tényleg látszott, hogy például annál az ügynél, ami később országos hírt szerzett, vagy hírnevet szereztem vele, ez az illatos úti hordók ügye volt, hogy abban az ügyben, ami egy tök ártatlan környezetvédelmi zöld ügy volt, még abban is egyedül hagytak a kedves ellenzéki képviselőtársaim. Szóval nagyon sok múlik azon, hogy ki milyen munkát szeretne végezni egy önkormányzatban, mi érdekli, mennyire agilis, mennyire bírja jól a stresszt, a támadásokat, ez egyénenként változó, de én azt gondolom, hogy még így is jelentős sikereket lehet elérni, akár olyan vonalon, mint a Veronika, akár egy ilyen konfrontatív, erősen politizáló vonalon, ugye később a parkolási ügyként elhíresült, több mint 2 éves munkát folytattam. Tehát nem kell attól aggódnotok, vagy félnetek, hogy nem lesz majd, aki veletek szavaz, mert igenis lehet hasznos a közösség számára, vagy akár az ország számára hasznos munkát folytatni, még úgy is, hogyha egyedül vagytok egy igazából ellenséges testületben. Köszi. Roland most nem tud moderálni, azért vagyok én, mert hogy a Marietta a következő EP-n vitál vesz részt az ATV-n, úgyhogy szurkoljatok neki, küldjetek sok békepárti energiát. És ne csak a 12. kerületből. Tessék? Igen. Szerintem most van. Jó, a következő témánk az alapvetően az, amiről talán a kutyapárt a legtöbbször az emberek eszébe jut a street arton kívül, ez a szociális, illetve kulturális ügyek. És ebből a körből is leginkább az érdekelne, ugye van itt olyan akció, amit meg tudsz csinálni önerőből, ezt a Gergőjék is jól megmutatták, Szuziék is, Veronikáék is, melegételosztás szerintem minden évben tartunk, egyebek. Mi az a szint, amit önkormányzati képviselőként el tudsz érni szociális ügyben, mi az, amit polgármesterként sikerült, és mi az, amit a következő 5 évben szeretnétek megvalósítani, akár képviselőként, akár polgármesterként? Nekem semmit nem sikerült. Köszi! De
viszont a 12. kerület az tipikusan olyan, ahol szerintem azt a igazából pár száz valóban rászoruló és szegény családot simán el, és simán szívesen meg tudná segíteni a hegyen lakó gazdagabb rész. És mi ezt amúgy tök fontosnak tartjuk, hogy ebben szerepet, valódi szerepet játszol az önkormányzat, és hogy megteremtse ennek a kereteit. Nyilván az önkéntességnek vannak nem csak szociális keretei, vagy hát lehetőségei is, hanem akár ilyen városfelújítás, vagy bármilyen egyéb területen, de a szociális az teljesen kiaknázatlan. Ezt most nem mondhatom el, de minden esetre, amit elmondhatok, hogy csomószor szereztünk a kerületben rászorulóknak, kellett valami fajta mosógép, vagy nem tudom, háztartási eszköz, vagy laptop, vagy tévé, vagy ilyenek, számítógép. És amikor mi kértünk simán csak a helyi Facebook oldalon, akkor általában nem tudom, öten írtak, hogy van mosógép, és akkor ezeket ugye nem hoztuk el, mert hogy nekem már van otthon 43 mosógépem, és ugye túl sok lenne. És akkor én írtam az önkormányzatnak, hogy akkor mi ezt megszerveznénk ezt az egészet, kibérlünk egy helyiséget, ott begyűjtjük összegyűjt mindenféle eszközt, ők kapnak egy Excel-t, és a családsegítő központ, vagy aki akarja, az kiválaszthatja, hogy kinek mi kell. És igazából ezt sem sikerült átvinni rajtuk. Az volt a kifogás, hogy az nem jó, tehát ne segítse az önkormányzat használt műszaki eszközök rászorulóknak juttatásában, mert ezek kigyulladhatnak. Úgyhogy ez volt a fő indok. Kigyulladhat bármikor a mosógép, és ha nincs benne víz, akkor nem oldódik el. Persze, hát igen, igen. De mondjuk lehet, hogy eleve égő mosógépet adunk, és akkor már nem később, nem, igen, ilyen felgyújtott mosógépeket. Ja, tehát igazából nekem semmit nem sikerült, de ebben végtelen sok nagyon frankó lehetőség van szerintem. Nálunk biztosan. Nekünk elég sok minden sikerült. A szociális ügyekben ugye a legnagyobb meglepetésünkre és hát a legnagyobb kihívásként 3 hónappal a hivatalba lépésünk után kitört a Covid. Na az a terep, ahol ezt a leginkább lehet gyakorolni. Gyakorlatilag azonnal átalakítottuk a éppen pár héttel azelőtt átalakított szociális rendeletünket azért, hogy abban a helyzetben minél rugalmasabban tudjunk beavatkozni. Jellemzően egyébként is úgy alakítottuk át a rendszert, hogy a rászorultak kapjanak támogatást, de ők több támogatást, többféle és magasabb összegű támogatást kapjanak. Gyakorlatilag kivezettük a Fidesz által alanyi jogon adott szociális támogatásokat, amiket mi hát úgy detektáltunk, mint a helyi krumpliosztást. A másik olyan lehetőség, ahol nagyon nagy szerepe van egyébként a képviselőknek, az a közvetlen kapcsolattartás, mert azoknak az embereknek, akiknek szociális segítségre van szükségük, legtöbbször nagyobb szükségük van törődésre és jó szóra, és arra, hogy meghallgassák őket. Ebben Szuzia nagymester, majd mindjárt beszél erről, ő gyakorlatilag most már lassan személyesen ismeri azokat az embereket. Nem mondom, hogy ez jó gyakorlat, nem mondom, hogy ezt mindenki folytassa, főleg nem nagy településeken, ahol rengeteg ilyen ember van, de ha valaki kisebb településen lesz képviselő, mindenképpen érdemes időt és energiát szánni arra, hogy egyáltalán találkozzunk azokkal az emberekkel, akik rosszabb életkörülmények között élnek, és tudjuk meg tőlük, hogy miben van segítségre szükségük. Szuzi. Igen, tehát itt a Covidról beszélt a Kriszta, tényleg 2 nappal a kutyapártos önkéntes toborzás előtt elkezdtük Ferencvárosban, bár a szocik arról is le akartak beszélni, kaptam tőlük szép levelet, hogy azonnal hagyjam abba az önkéntesek toborzását, majd biztos, hogy, vagy el tudom-e képzelni, hogy civilek rohangálnak majd össze-vissza a kerületben. Én el tudtam képzelni, de azt is megértettem, hogy a szocialista pártnak már nagyon régen voltak valódi önkéntesei, úgyhogy nekik ez tényleg egy jóval távolabbi élmény volt, és ott végül 600 önkéntes, hát összességében majdnem 1300-1400 embernek segített azokban a hónapokban. Az volt az aranyidő egyébként, mert teljesen nem úgy működhetett a hivatal, mint ahogy klasszikusan szokott, hanem teljesen a nulláról lett egy segítőközpont felállítva, 24 órában hívható telefonokkal. Emlékszem, amikor pár hónappal később a Pikó Andris felhívott minket, hogy hát nálunk hogy megy ez a
segítés, van-e nálunk például ingyen hívható telefon, akkor mondtuk, hogy igen, 2 hónapja és 8 ilyen telefonvonal. Na jó, most a Covidot hagyjuk, és tényleg rohadtul régen volt. Amiről Kriszta itt utalt, az azt jelenti, hogy nekem a, én azt szoktam mondani, hogy a fél lakosságnak megvan a mobilszámom, nem félnek használni, egyfolytában hívogatnak. Ezzel kapcsolatban, tehát igen, nagyon sok embernek lehet közvetlenül segíteni. Én inkább arra szoktam felhívni a kutyapártos képviselőjelöltek figyelmét, hogy van, amikor nem lehet, vagy nem tud, és akkor viszont azt kell mondani. Tehát nem kell hitegetni az embereket, csak azért, hogy szavazzanak rá. Én ezt láttam, hogy a többiek, akik így szokták csinálni, azok ezekben szorosra zárnak, és egymást támogatják az ilyen nagyotmondásokban. Igen, engem is hívott már olyan lakosság, akiről aztán kiderült, hogy egyrészt azért nem tud a lakáspályázatunkon indulni, mert pár éve inkább eladta a lakást, tehát hogy pénzt kérte a szociális lakásáért, és akkor megpróbált még egyszer egy ilyen dolgot levezényelni. Mondta, hogy nagyon sok beteg gyereke van. Mondom neki, hogy hát én úgy látom, hogy nincs is gyereke. Akkor erre elhangzott, hogy de úgy szereti őket, mintha a sajátjai lennének. Úgyhogy ezért az embereket se kell nagyon félteni. A politikusokat meg én inkább azt tapasztaltam, hogy amikor, tehát szerintem az a legfontosabb, nem egy agysebész azért ez a képviselőség sem, hogy tényleg ismerni kell, és hogyha van olyan terület, amire nagy lyuk van, nagyon nincs felkészülve az önkormányzat, akkor arra képessé kell tenni, hogy rendhagyóan, vagy tehát ilyen terület szerintem pont a fogyatékosoknak az ügye, tehát idősügyi támogatások sok helyen vannak, ezek például nincsenek a fogyatékosokra kiterjesztve, mi most ebben lépünk egy kicsit jobban előre, és a másik az abban, hogy tényleg elérhető legyen a hivatal, hogy beszéljen veled valóban a hivatal, amikor itt már minden területen te vagy a felelős, mint itt azért a Kriszta meg a városvezetés, azért ott nem olyan könnyű egy-két hónap vagy egy-két év alatt teljes hivatali részeket teljesen átalakítani. Úgyhogy ebben meg sajnos muszáj időnként a lakosság türelmét is kérni, muszáj mindent átnézni, megnézni, hogy az ott tényleg úgy működik-e, vagy csak papíron. Ami papíron van, azt ne higgyétek el, utána kell menni a dolgoknak, le kell tesztelni, hogy mi történik. Például most mi történik? Valami történik. Igen, még az szokott itt lenni főként Budapesten, hogy ugye nem te vagy a felelős abban a dologban, ami baja van az állampolgárnak. Azért ilyenkor sem kell ott megállni, hogy oké, akkor ez a főváros, vagy ez akkor egy teljesen más hivatal, ez a MÁV, ez a rendőrséggel kapcsolatban kell lépni. Nyilván egy normális városvezetés, meg egy normális képviselő megpróbálja azért ezeket az utakat a lakosság helyett bejárni több-kevesebb sikerrel. Szokott ez működni. Nem voltam teljesen összeszedett, majd még lehet eszembe jut egy csomó dolog, de átadom a szót Veronikának itt a fönforgás közepette. Örülök, hogy a biztos urak is meghallgatják a mondandómat itt közelről. Hát a Covid, igen, tehát ez volt az első szuper nagy kihívás, hogy így frissen új kutyapártos képviselőként, ami így elért minket. A második kerületben is nagyszabású operációt, önkéntes, passzivista, segítő truppokat szereltünk erre fel, meg raktunk össze. Egyébként a második kerületben az önkormányzat maga is, az önkormányzat, szóval a humán szolgáltatási igazgatóság, inkább azt mondom, tehát a hivatali rész, aki nagyon körültekintően és nagyon gyorsan megszervezte azt, hogy törődjünk és ilyen a szupermarketekkel együttműködésben az időseknek a bevásárlását tudják intézni, de ugye én ugyanúgy ezzel az önkéntes passzivista akcióval indultam ennek neki. Az egyébként érdekes volt, mert az első olyan helyzet volt, ahol meg lehetett nézni, hogy akkor tudjuk ezt így együttműködve csinálni, vagy mennyi ebben a rivalizálás, és hát volt mind a kettőből így bőven. De hogy a vége az lett, hogy az első pár napban sikerült nekem oda berobbantani egy 50 plusz passzivistát, önkéntest, akivel rettentő gyorsan ki tudtuk vinni kerületszerte a plakátokat, ahol az információ elérhetőségek voltak, meg hogy hol tudnak az emberek segítséget kérni, és a mi csapatunk, mi valóban mentünk bevásárolni is. Tehát itt, hogy az önkénteseket hogyan lehet megszervezni egy önkormányzatnak, kivállalja a felelősséget, azért az még egy újdonság volt
a mi önkormányzatunkban is, de én azt gondolom, hogy volt azért erre nyitottságot is. És amit én pluszba még felhúztam, na azt nem sikerült rávennem, egy hónapon keresztül próbáltam mindenféle egyházi parókiával és az önkormányzattal egyeztetni, hogy a hajléktalan embereknek is szervezzünk meleg ételosztást, meg valamilyen odafigyelést, mert hogy az összes ételosztóhely amúgy így bezárt, mert hogy ugye nagy volt a rizikója, és a szabályozások nem úgy voltak megalkotva, hogy tudjad, hogy miknek kell megfelelned, hogy te ételt oszthassál ebben a helyzetben a hajléktalan embereknek. Úgyhogy végül megelégeltem, és azt mondtam, hogy jó, akkor illegálisan fogjuk csinálni, és akkor konkrétan 2,5 hónapon keresztül minden héten 2 helyszínen osztottunk meleg ételt, utána már magunk toboroztuk a főzőket is, az osztókat is, pénzt gyűjtöttünk, a kutyapárt is finanszírozott, szóval ez egy óriási nagy megmérettetés volt. És egyébként ilyen szociális témákban nekem nagyon fontos az, hogy a terepen legyünk, nézzük meg, hogy pontosan mi a probléma, erről aztán adjunk bent hírt az önkormányzatban, hogy be tudja építeni azt a működésébe lehetőség szerint, majd vigyük vissza a lakosokhoz ezt az információt, mert ugye akkor tudod a lakosságnak is a tudás szintjét növelni, és őket is jobban bevonni ebbe a tevékenységbe, ők is érdeklődőbbek lesznek ez iránt. Szóval én mindig ezt a szent háromságot próbálom így összerakni az önkormányzásban. De egyébként ebben volt több eredményem is, a hajléktalan embereknek végül lett meleg étel a melegedőben is hivatalosan, eddig az ott nem volt a Szél Kálmán térinél, és egy rehabilitációs program elindult most már másodszor, hogy megszavazták nekem ezt a költségvetésbe. Eredményeket kérdezett még a Dávid. Hát én az utcazenészeknek az életét szerettem volna még megkönnyíteni egy rendeletmódosítása, mert ugye tilos, meg a város szerte elég rosszul van szabályozva. Maga a rendeletmódosítás nem ment át, ilyen nagyon sokszínű szavazás lett belőle, ami szintén érdekes egy ilyen frakció, ellenfrakció alapú működésben, szóval ezt is egy kicsit így sikerült felrázni. Viszont az sikerült, hogy a zenevilágnapját azt megünnepelte az önkormányzat, és ott részt vettem a szervezésben úgy, hogy ilyen utcazene pontokat jelöltünk ki, és egy felhívás is ment a lakosok felé, és onnan jöttek az utcazenészek, stb. Szóval ezt még mindenképpen szeretném folytatni. Másik ilyen nagyon nagy programom az a társasházakról szól, mert ugye a társasházi törvény az nagyon nehezen, nagyon kis mozgásteret enged az önkormányzatnak, de én azt látom, felméréseket, műhelyeket raktunk össze erre 2 éven keresztül, egy szakmai anyagot hoztam ebből össze, hogy szolgáltatásra és programszervezéssel abszolút tudna az önkormányzat ebbe beleszólni, és még van egy csomó egyébként ilyen nagyon unalmas, nagyon civil, nagyon részletekig menő munka és eredmény, amit el tudnék mondani, de szerintem gazdálkodjunk jól az idővel itt is. Hát amikor egy szociális kérdés van, akkor itt legalábbis Budapesten, de szerintem országosan is mindig a lakhatás az, ami egy központi kérdés. Mindenki szeretné, hogyha ha már az állam nem épít 100 éve lakásokat, akkor mondjuk az önkormányzat az azonnal oldja meg az összes ilyen problémát. Az a rossz hírem, hogy erre nem képesek az önkormányzatok, úgyhogy amikor szegény civileknek az önkormányzatnál kell kopogtatni, azért tudják, hogy mármint ilyen lakhatási kérdésekkel foglalkozó szervezetek, hogy nagyon-nagyon ne az önkormányzattól várják ezek minden megoldását. Ami Ferencvárosban történt, hogy átlátható lett a lakáspályázati rendszer, nemrég pont, és erre nagyon büszke is voltam, hogy a 12. kerületi egyik jelölt a Gergőnek mesélte, hogy úgy próbált az önkormányzattól kérdezősködni, hogy mégis milyen dolgokat látnak ezen a téren, és akkor példaként hozták fel a 9. kerületi lakáspályázati rendszert, amit már mi hoztunk. Ugye előtte a Fidesz 10 éve alatt elsősorban a haveroknak jutott szociális lakás és minden módon lakás. Úgyhogy amikor mi ide körültünk, volt, akinek több mint 10 éves lakáskérelme állt bent az önkormányzatnál. Most nem megyek ennek az egésznek a részleteiben, nézzétek meg, esetleg ez egy jó minta lehet máshol is, nyilván mindenhol a saját kerületre kell ezt a saját településre átdolgozni. A másik, és akkor itt azért ez az eredményünk, hogy nyilván a fővárosnak sok hibája mellett azért az előnyére mondható, hogy elég sok szakembert vitt oda Karácsony Gergő a fővároshoz mindenféle területeken. A lakhatása konkrétan ott Misetics Bálint foglalkozott elég sokat, és mi amikor így leültünk vele, akkor azért így mondtuk, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon aránytalanul van ez az egész
egész, például akár a hajléktalan helyzet kezelve. Tehát van néhány kerület, a 9, a 8, a 13, a 10. kerület, ilyen még. Ez a 4 kerület viseli az összes hajléktalan szálló hát nehézségét vagy feladatát. A többieknél viszont 1-2 vagy 0 darab van, és hogy ezen érdemes lenne fővárosi szinten változtatni, mert így rengeteg olyan ember jött azért oda hozzánk, vagy akár a 8-ba klubozásra, hogy őnek is semmi problémája ezzel, vagy nem az, hogy nincs problémája, ő megoldást akar, ő segíteni akarja ezeket az embereket, de az, hogy 200 méteren belül mindenfelé hajléktalan szálló van a környékén, az mégse annyira szuper. Ez át is került egyébként a budapesti lakhatási stratégiába, bekerült az, amit mi kértünk Krisztával, hogy legyen már ez egy kicsit jobban szétdobva a kerületek között, illetve hogy mamut intézmények helyett ilyen kisebb helyeket nyisson a főváros, ahol jobban tudnak a szociális munkások is figyelni, az oda bekerültekre jobban tudnak működni ezek a szociális programok, amik azért jó pár évre van szükség, hogy esetleg visszakerüljenek az emberek normálisan a társadalom. Hát a stratégiába ezek bekerültek, aztán egyelőre lépések nem követték ezt a dolgot. Azok az önkormányzatok viszont, akik az ilyen trendi vonalra ráülve ez a lakásszövetkezet, vagy tehát ilyen lakás dolgok, tudott, hogy a magánszemélynek akkor majd az önkormányzat a lakását, és akkor sokkal olcsóbban kiadja. Hát én azt látom, hogy ezek rengeteg pénzt elvontak mondjuk az első kerületben. Egy darab lakás pörög az ingatlan.hu-n, pár ezer forinttal olcsóbban maximum, mint a tényleg a piaci albérlet árak. Nem biztos, hogy ez a jó vonal, ezt inkább csak így itt hagyom pont-pont-ponttal. Tűrő-tűtű, most már megy. Na, erre egy pillanatra... Igen, mert letelt a 3 perced. Azt hittem egy, várjál, most sokszor, perc osztás van. Szóval ez tök szuper, hogy Szuziék ezt elmondták, mert ugye én meg a másik oldalon, a budai oldalon vagyok, és én vagyok az a lobbista, aki az esélyegyenlőségi programokba és hasonló ilyen stratégia jellegű írományokba, meg hát konkrétan azokkal a szervezetekkel, nekik a programjaikat is benyomva, vagy nem is tudom, hogyan mondjam ezt, hogy az energia is érződjön mögötte, szóval, hogy én azon a másik oldalon, ahol mondjuk tehetősebb az önkormányzat valamivel, viszont nagyon gyér ez a hajléktalan ellátás, főleg a lakhatás, főleg az ilyen melegedők, főleg a kisléptékű ellátási formák terén. Én meg ott próbálok ezért, hát nem is tudom, csúnya szóval lobbizni, és ez az érdekes, hogy kicsit olyan, mint amikor van egy ilyen csónak, és akkor ülnek benne többen, neveznek, és akkor az egyik helyen léket kap, és akkor így vadul merik ki onnan az emberek, hogy hú, nehogy elsüllyedjünk, és akik meg a másik végén vannak, nem mondják már azt, hogy hú, de jó, hogy nem a mi oldalunkon kapott léket a hajó, mert ahogy a Szuzi is mondta, ennek az elosztása is egy ugyanúgy fontos feladat, úgyhogy én pont azért próbálok... azokat próbálom szorgalmazni a budai oldalon, hogy vállaljunk mi is többet ebből a feladatból, és akkor az egész elosztás meg a szolidaritás jobban megvalósul. Most azt hiszem, hogy már elindul lassan nálunk is elsőként lakhatás program. Kicsit lassan haladunk, de remélem, hogy ez is sikerrel járt, és akkor nem hiába szorgalmaztam. Kicsit sajnálom, hogy nem a kérdésre válaszoltatok, és most semmelyik önkormányzatról nem derült ki, hogy a szociális politikája háború, vagy pedig béke párt. Állíthatom. Szóval azt állíthatom, hogy a 12. kerület szociális politikája béke párti. Nálunk nem nagyon vannak hajléktalanok, leginkább ugye a Moszkva téren meg az erdőbe. Utóbbi helyen nem zavarnak szerintem senkit, a vaddisznókkal nyilván lemeccselik a életteret. A Bakcsomópontnál szokott lenni egyébként egy 5 fős csapat, és ott nagyon határozott és nagyon hasznos az önkormányzat tevékenysége, mert havonta kiküldi a rendészeket, akik át szokták küldeni a Bakcsomópont túloldalára a hajléktalanokat, ugye az már egy másik kerület, az a 11., és körülbelül 4 nap, amíg visszajönnek, akkor újra kimennek a rendészek. Ezt én 4 éve nézem, ahogy csinálják, de valószínűleg ez már egy 30 éves hagyomány a kerületben. Egyébként annyival, hogy mi a Máltainak adunk valami, hát 5-10 millió forintot évente, ami körülbelül ennyi ember, de valami egy segít.
De egyértelműen békepárti szerintem. A bezárt Máltainak adjuk a pénzt. De várj, tényleg bezárt a Budai Máltai, mert mi idén is adtunk pénzt nekik. De akkor megnézem, jó. Jó. Ez is a békének egy útja, hogy nem létező szervezeteknek adunk pénzt. Aki ugye nem létezik, az nem fogja fegyverre költeni a támogatást. Csak is a jó célra. Na, igen, Újpesten továbbra is a főtéren várom a hajléktalanokat. Most már egy éve legalább. És az újpesti közmédia szerint. Kultúra, mint harmadik téma, ami még eszébe juthat a kutyapártól egy átlagos embernek, aki a háború per béke vonalon, illetve a jogállam vs. nem jogállam vonalon éli az életét. Ugyanúgy azon mennénk végig, hogy egyrészt egyéni képviselőként mi az, amit át tudtatok esetleg nyomni, vagy amit el tudtatok vinni. Itt Gergő kérem, hogy térjen ki a Köznevelési és Kulturális Bizottságban eltöltött perceire, hogy mit csináltott, hányszor jelent meg, és egyebek. Mi az, amit Igen, akkor beleszólok, mert ott volt a kedvenc előterjesztésem ebben a bizottságban. Történt ugyanis, hogy egy épületet felújítottak, ez a Normafánál a síház, és a felújítás részeként leverték a vakolatot, és emiatt le kellett venni egy táblát, egy emléktáblát, ami a falon volt. Az ugye egy tök jó tábla, és egy híres turistának a táblája. Régen még a túrázókat turistának hívták, ma is. De mindegy, akkor még ez egy ilyen normálisan magyar szó volt. És basszus, erről szólt az előterjesztés, hogy visszategyük-e a táblát, amit két napja levettek a falról. Marha jó volt, és egy ilyen negyedórás beszélgetés, és akkor végül megszavaztuk, hál' Istennek, hogy tegyék vissza. Beadtam egy módosítót, hogy fejjel lefelé tegyék vissza, de azt nem támogatták. Úgyhogy ez volt a legjobb ebben a dologban. Egyébként, amíg Vágó István élt, ő ugye benne volt ebben a bizottságban, és Vágó István egy ilyen, hát egy nagy tudású ember rengeteg területen, és igazából ő sztorizgatott mindig egy ilyen másfél-két órát, úgyhogy valaki szeretne a botlató kövek etimológiájáról beszélgetni velem 5 órát, azt várom holnap a Böszörményi úton, és meg tudjuk tenni. Holnap van ülés? Ülés nincs, hanem rendezvényünk van a Böszörményi úton. Így. Tehát jó. Kultúra. Mi az, amit hatalmi helyzetből át tudtok vinni, vagy át tudnátok vinni? Mi az, amit még így sem sikerült esetleg? Mi volt ennek a gátja? És mi a további tervetek? És akkor akár a társaság túlélő programról is picit részletesebben. Köszönöm. Ja, hát elég katasztrofális állapotok voltak kulturális területen is. Az előző alpolgármesternek volt bizonyos dolgok, amik tetszettek. Más dolog meg nem nagyon kapott helyet a kerületben. Úgyhogy itt ezen a területen is volt mit csinálni. Át lett alakítva a pályázati rendszer. Most nem akarom ezt az egészet végigmondani, mert 5 évig azért sok minden történt. Inkább csak azt, hogy szerintem az önkormányzatnak nem az a dolga, hogy a kulturális élet tartalmát megszabja, mert akkor kb. Technobulik lennének, meg rebbulik a Ferencvárosba csak, ha rajtam múlna, jó az szerintem, meg graffiti street art, aztán szevasztok, hanem az, hogy kereteket adjon, és szabad kultúrát biztosítson, és lehetőséget azoknak, akik csinálják a kultúrát. Azért már nem az 50-es években vagyunk, amikor a művelődési házak fölálltak, és nagyjából ez volt a cél, hogy mondjuk a, nem tudom, kőműves olvasóköröket szervezzenek, hogy ezt a társadalmi mobilitást gyorsítsák. Azért most 2024-ben nem itt tart már az ország, hanem rengeteg ember szeretné csinálni, és tudja, hogy mit szervezne, vagy milyen klubot, vagy milyen előadást, vagy mit csinálna, hanem ehhez helyet, vagy keretet szeretne csak, akár csak annyiban, hogy mondjuk segítünk a közterület foglalásba, hogy ne kelljen nekik kifizetnie mindazt, vagy akár egy inkubátorházat alapítunk, mint ami Ferencvárosban lett a Connector, ugye a fővárosban a Jurányin kívül az elmúlt 10 évben bezárta az összes ilyen, utoljára a tűz, vagy a
Igen, a Dürer kert volt akkor éppen a cső, tehát a bezárás szélén, most már nagyon szép hotel épült a helyén, hál' Istennek. Úgyhogy Ferencváros egy ilyet alapított, nem olyan nagy, ez a Connector Inkubátorház, de nagyon-nagyon olcsón vannak a termek, és egy ilyen 21. századi művelődési ház kísérlet igaziból, az oda beköltöző szervezetek hozzák magának a háznak a programját is, és akkor itt nem az van, hogy akkor van 20 művelődés szervező, meg kulturális szervező, meg mindenféle, hanem egy koordinátor van, és mégis vannak ott szuper programok. A köztéren nagyjából hasonló, mint megcsináltunk két olyan művészeti pályázatot is, ami most arra az országban egyedülálló, 2010 előtt azért voltak ilyesmik. Ez, amit már az említett a Gergő, ez az óriás plakát, ahol tényleg a reklámok között legyenek olyan alkotások, amikre felfigyelnek az emberek, a másik pedig a public art, amit velem kapcsolatban ilyen szitok szóként szeretnek használni a képviselők. A többi képviselőtől végighallgathattam egy, hogy a kultúrát nem lehet megenni, 20 pár éves momentumosoktól, most már MSZP-sek hangzott el ez annak idején. Azt is elég sokat hallottam a kulturális bizottságtól, amiben én azért így ott ültem, hogy ez nem jó ötlet, ez nem egy sikeres dolog, persze konkrétan csak évről évre dupla annyi pályázat érkezett rá, és szerintem tök fontosak voltak. A kulturális bizottság nálunk leépíti önmagát, tehát általában a kulturális költések leszavazása történt meg ott, de egyébként ez nem is csoda, Árva Péter párbeszédes képviselő ül például ott, aki nekem már évekkel ezelőtt bevallotta, hogy de hát én nem értek a kultúrához, ide lettem benyomva. Egyébként a kultúrpolitikában én ezt tapasztalom a legtöbb más kerületben is, akár a fővárosban is. Nem nagyon érdekli ez a politikusokat. Hát igen, kevés pénzt lehet viszonylag lehúzni az alkotókról. Nekem se szokták tömni a zsebemet, amikor ilyesmiket csinálunk. De szerintem tényleg a fővárosnak is a legnagyobb hiátusa például. Mert ugye ott Bősz Anett és a DK kezébe van a kultúra, ott összpontosul. Szerintem Bősz Anettre jobb lett volna a kocogást vagy a sportot rábízni, az valószínűleg jobban érdekelte volna az a terület, pedig ez az, amiben tényleg a lehető legolcsóbban, igaziból kreatívan, meg néhány, tehát hogy picit segítve az embereket lehet lehetőséget adni pont azoknak, akik a legjobban szenvednek az elmúlt 15 év országos politikai forrás elvonásai, meg soros bérendszerzése miatt. Nagyon akar már Polgi mondani valamit, abba hagyom. Igen, igen. Tudom, hogy már mindenki a mezőgazdaság témakörre vár. Szuzika meg nagyon sokat tud beszélni a kultúráról. De azért azt elmondanám, hogy... Előttem a poénját a polgármester jelölt úrnak, bevallom. De egyszerre jutott eszünkbe, esküszöm. Ezt milyen sokat hallom? Igen, tehát az a helyzet, hogy... Abban az országban, ahol most már jó pár éve a kultúra az csak nemzeti lehet. Pénzt csak olyan művész kaphat, aki 20 méter magas, aranyszínű, ugráló őzek vagy szarvasok, vagy ezt te tudod, az otthon valahol a Moszkva környékén. Tehát a szarvas, aranyszarvasokat alkot. Csak szervilés a rendszerhez hű művészek kapnak 5 forintot. Aközben olyan tehetségű, tényleg egészen kiváló alkotók jönnek ki az egyetemekről, akik semmilyen lehetőséghez nem jutnak. Mi azt gondoltuk, hogy ezek az emberek mondjuk azért, hogy itt alkossanak és ne menjenek el külföldre, legalább a magunk szerény eszközeivel hozzájárulunk ahhoz, hogy be tudjanak mutatkozni, vagy alkotásokat tudjanak létrehozni. Ez, bár nem kötelező feladata az önkormányzatnak, nem közművelődési feladata, ahogy szokták mondani, de Budapesten minden önkormányzatnak szánnia kellene erre pénzt, ahogy például a védett lakásoknál, amelyeket családon belüli erőszak áldozatainak tartunk fenn, én már 4 éve. Ez is egy olyan feladat, amire ilyen gazdag önkormányzatoknak pénzt kellene szánniuk. Mi kiválasztottunk egy pár ilyen témát, és erre áldozunk. Akkor is, hogyha ez ellenzéki vagy fideszes képviselőknek nem tetszik. Én csak a...
Én csak a mezőgazdaság és a béke fontosságát szerettem volna hangsúlyozni a kultúrával ellentétben. Veronika? Én a közművelődési bizottságban vagyok tag, és ez egy jó nagy félreértés volt az elején, mert én azt hittem, hogy a közművelődési bizottság az foglalkozik részvételiséggel, meg ilyen közösségfejlesztéssel, és rájöttem, hogy nem. Úgyhogy azt tudtam csinálni, hogy akkor így tettem róla, hogy foglalkozzon azzal is. És például az egyik dolog, amit meg tudtam csinálni, az egy másfél éves menet volt azért, de én alapítottam, vagy hát nem, az önkormányzat alapított, én dolgoztam ki, meg én javasoltam egy pályázatot, ami igazából teljesen egybevág a Kutyapártnak az aktív állampolgár programjával, egy helyi megvalósítás annak. Arról szól, hogy bármelyik második kerületi lakos, aki szeretne szervezni valamilyen közösségi rendezvényt, nem tudom, összehozni a szomszédokat egy utcabulira, vagy valami még kreatívabbat, rengetegféle ötletet tudnak a lakosok tényleg így kitalálni, és hát nem csak az önkormányzat tud jó dolgokat kitalálni. Úgyhogy erre sikerült ezt a Csináld Magad Társadalom nevű pályázatot összeraknom, amit elfogadtak, és így most előfinanszírozásra, tehát előre megkapják a nyertes pályázók azt a kis löket összeget, amiből ők megszervezhetik a kis rendezvényeket. Ez most már azt hiszem negyedik alkalommal szavaztunk róla a bizottságban pont idén. 10 új pályázó van, úgyhogy szerintem ez egy tök izgalmas dolog. Engem az nagyon lelkesít, hogy így szerte a kerületben csak úgy magánszemélyek kitalálnak szuper helytörténeti, meg bármilyen rendezvényeket, és akkor így el lehet menni egymás eseményeire. Úgyhogy igen, ennek most így a hálózatosodását, meg hogy legyen egy honlap, amin így megtalálják egymást, meg ezeket a programokat, azt próbálnám még így fejleszteni. Egyébként ez az egyetlen pályázat a kerületben, amelyiknek ilyen pontrendszere is van, ezen is bőven lehet még fejleszteni, de hogy mondjuk nem csak arról van szó, hogy miket veszünk figyelembe, hanem tényleg annak így a súlyozása is, meg egy egész ilyen folyamatot erre kidolgoztam. Ez azért tudott így összejönni, mert nem csak azt csináltam, hogy legyen egy ilyen, hanem tényleg mentem utána, gondoztam, kidolgoztam, szóval ezt egyébként nagyon fontos szerintem, hogyha valaki érzi magában az erőt, hogy ő képviselő legyen, hogy így nem elhagyni ezeket a dolgokat, hanem adott esetben másfél-két évet beletenni, hogyha nagyon hisztek abban, hogy ez jó és ez működhet, és a közösségnek a épülését, fejlődését szolgálja. A másik ilyen dolog, azt most nem mondom el ilyen részletesen, de ez, amit a Dávid mondott, ez a társasházi program, társasház túlélő program névre kereszteltük, mert ugye nagyon sokan ismerik a társasházi viszonyokat, ugye nagyon szeretjük egymást, nagyon könnyen hozunk döntéseket a közös tulajdonról, imádjuk a közös képviselőt, ő is imád minket, a közös képviselő mindent megold, és biztos, hogy fair árakért, szóval, hogy igen, tehát nyilván nem ez a valóság, és én nagyon gyakran találkoztam azzal, hogy az önkormányzat, pontosabban inkább a hivatal, mert ugye a jegyző az, aki a társas törvény mentén ebbe be van csatornázva, így hát el kell, hogy utasítsa azokat a kéréseket, amik érkeznek hozzá, mert vagy a bíróság az illetékes, vagy igazából maga a tulajdonosi közösségnek kellene mondjuk leváltani a közös képviselőt. Hát ebbe furcsa lenne, hogyha egy önkormányzat így belenyúlna, és csak oda tenne egy másik közös képviselőt. Viszont nagyon kevés erről a tudás, nagyon rossz az információáramlás, úgyhogy nagyon nehéz egymással dűlőre jutni. Úgyhogy itt egy olyan komplex programot dolgoztam ki, ahol a mediációs foglalkozásokkal, tehát mediációs szakértelemmel, jogi mentorálással, közösségfejlesztőkkel, társasházkezelői szakértelemmel közösen szerveztünk műhelyeket, és ezért a lakosok meg a közös képviselők így valamilyen módon el tudtak kezdeni közeledni is egymáshoz. Most én igazából arra várok, mert ez az, ami nem ment át, tehát én ezt két éven keresztül tök pro bono szakértőkkel csináltuk, de maga az anyag, meg az egész elemzés az megíródott, tehát ezt 48 oldalon keresztül lehet olvasni. Yeah! Hú! Megtapsoltak, látod? Hajoljál meg! Ajánlom figyelmetekbe a logót, ez nagyon szép lett. Köszönjük Hetényi Zsoltnak. Szóval itt még abszolút az lenne jó, hogyha az önkormányzat is megtenni azt a lépést, hogy azt a pilotot, amit erre kidolgoztunk, befogadja, és akkor kipróbáljuk a gyakorlatban. Itt hagyom, olvashatjátok. Köszi. Na, most tértünk oda, hogy demokrácia vagy mezőgazdaság, a részvételiségről szeretnénk beszélni.
Ezen belül ugye az MKKP-s vonatkozása ennek az lehet, ugye nekünk vannak ilyen mondásaink, mint hogy legyen egy önkormányzat átlátható, legyen részvételiség, legyen tánc. És pont a mostani tavasszal futottunk bele szerintem egy olyan dologba, amit magunkon nem hajtottunk végre. Ugye van egy dokumentumtárunk, ami részletes, nagyon részletes, Európában sincs ilyen szintű vitrin. Van nekünk belső kommunikációnk, rendszeres egyirányú tájékoztatás, és amit szerintem elfelejtettünk, az az, hogy van nekünk 8-10 ezer passzivistánk, és ehhez képest egy 70 fős tagságunk, ami egyáltalán nem reprezentatív annyira sem, mint amennyire lehetne. És ennek következtében született egy olyan döntés, aminek majdnem ugye párt, hát nem szakadás, de nem is tudom, mi lett a vége, ami végül nem lett. De szerintem ebben nagyban benne volt az, hogy amit mi akár egy önkormányzathoz, vagy a saját területünkön viszünk részvételiség, ezt magunkon nem hajtottuk végre. Ez biztos, hogy nyára egy erős feladat, hogy hogy kérünk be véleményt, amellett, hogy tájékoztatjuk is az embereket. Az lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem, és megint területenként, illetve szerepkörönként mennénk végig. Egyéni képviselőként, alpolgármesterként, vagy éppen polgármesterként mi az a részvételiséggel, beleszólással, visszajelzésküldéssel, nem tudom, egy város applikációval kapcsolatos dolog, amit keresztül tudtatok vinni, vagy amit szerintetek a következő 5 évben keresztül tudtok vinni? Jó, hát az ilyen átláthatósággal kapcsolatos döntéseket, azt sikerült azért átvinni az önkormányzaton. Nem hiszem azért, hogy minden reggel azzal kellnek a ferencvárosiak, hogy megnézzék, hogy hány szerződést kötött az önkormányzat 5 millió forint fölött. Egyébként nálunk 3 millió fölött vannak fönt a szerződések. Lehet ennél lejjebb is menni, csak az már valószínűleg sokkal drágább az embereknek, mint amennyien megnézegetnék ezeket a szerződéseket, hiszen ez egy csomó humán erőt is jelent. Tehát az ilyen gazdálkodási átláthatóság az meglett. A tapasztalat azért az egy-egy kerületen, vagy a mi kerületünkön belül is, mint ami a magyar társadalomban, ugye amikor megcsináltuk a kutyapártot, akkor azt mondtam, hogy nagyjából 50-80 év, mire a magyar társadalomnak a több mint 50%-a aktív, kreatív állampolgár lesz, állampolgári kontrollt tud gyakorolni valóban a politikusok fölött, és szeret valóban részt venni a közéletben. Most már kicsit jobbnak látom a helyzetet, most 30-50 évet mondok így, hogy így nő a kutyapárt. Az a tapasztalat azért, hogy az emberek nem annyira akarnak részt venni az önkormányzati kérdések megvitatásában, viszont ha kimaradnak belőle, vagy akár ha meg is van kérdezve a véleményük, de nem figyelik, vagy nem vettek részt benne, akkor azért nagyon föl tudnak háborodni, hogy ők erről nem tudtak. Nálunk a legtöbb ilyen beruházás, a nagy téralakítások, azok mind a lakossággal együtt történnek, rengeteg offline, meg online módon kérdezzük meg az embereket. Mégis akár most az Ecserinél azért én találkoztam olyannal, aki meg se kérdezték, hogy mi mit akarunk, ott a többiek mondták neki, hogy de körülbelül 8 alkalommal volt ilyen offline vagy online megkérdezése ennek a beruházásnak a különböző stádiumaiba. Úgyhogy nem azt mondom, hogy a 60 ezer kerület lakos mindegyike szeretne részt venni valóban az önkormányzat életében, de hogyha erre nincsenek, meg nincs elkezdve ezeknek a fórumoknak, meg formáknak a kialakítása, akkor nem is fognak tudni, illetve azok, akik szeretnének, sem fognak tudni. Nálunk a részvételi költségvetés sikerült beindítani, jó nehéz volt, mert 3 évig csuklóztattak vele a kétharmados ellenzék, már a végén felolvastam a Momentum programját, hogy hát itt is benne van, hogy részvételi költségvetés, miért csak a ferencvárosiakból nem nézik ki, hogy lennének ötleteik egyáltalán. Aztán rájöttem, hogy itt arról van szó, hogy féltik a saját képviselői szerepüket a politikusok, és attól félnek, hogyha van ilyen, akkor őket már nem keresi senki, hogy egy padot oda kéne rakni valahova. Nem hiszem, hogy sikerült őket megnyugtatni, de valójában marad a képviselőknek dolga elég sok az emberek képviseletében, akkor is, hogyha a saját ötletek megvalósítására van ilyen cucc. És akkor itt már megint a pár
párbeszéd, meg a bejelentés gomb, meg a hasonlóknak a beiktatása az önkormányzati rendszerbe, hogyha valami bajod van, legalább tudod, hogy hova fordulsz. És nagyon sokszor ez szemléletformálás. Én nem tudom, hogy hányan hitték azt például, meg hiszik azt ma is a lakosok között, hogy az ő házuk előtt a járdatakarítás, a kirakott illegális lom eltakarítása az az önkormányzat feladata. Nem az önkormányzat feladata. Nézzék meg, hogy milyen szerződésük van a közös képviselővel és a gondnokukkal, ezért fizetnek neki. Nyilván, amikor már óriási hiszti van, akkor elviszi az önkormányzat, mert mindenki azt hiszi, hogy ez a te dolgod, és akkor könnyebb elvinni. Az pont egy olyan nap akkor, amikor ezek az emberek nem a parkokat takarítják, vagy azokat a dolgokat csinálják, amit kell. Úgyhogy a részvételiségén mindig azt gondolom, hogy ez oda-vissza van. Tehát egyrészt az önkormányzatnak valóban kell, valóban érdeklődnie kell, és megfontolni azt, amit a lakosok mondanak, és a lakosoknak meg valóban érdeklődni kell, és hogy szoktuk mondani a kutyapádban, amikor hozzánk jön valami olyan kérdés, hogy nektek mit kéne csinálni, hogy majd meg lesz egyszer a kéne csoport, ha majd valakinek meg kéne csinálni, és akkor ott lehet ilyenekről beszélni. Szóval, hogy megint visszajutottunk oda, hogy ahhoz, hogy valóban részvételiségről lehessen beszélni, az nem elég az, hogyha mondjuk a polgármester kiül a térre, és megbeszéli a problémákat az emberekkel, és elérhető, hanem ahhoz az emberek is kellenek, akik oda jönnek, és elmondják a problémákat, és mondjuk nem ölik meg egymást, amikor egy pici téren arról van szó, hogy ez most a kutyásoknak legyen lekerítve, vagy a gyerekeseknek, esetleg a kutyás gyerekesek akkor mit csinálnak, és amikor ilyenkor azt mondja a városvezetés, hogy jó lenne ebben valami kompromisszum, hiszen ez egy sűrű rakott terület, és nem szeretnénk lekeríteni, valahogy beszéljétek meg, akkor jó lenne, hogy nem egymás torkának esve anyáznának éppen. Úgyhogy ez egy oda-visszatartó dolog, szerintem a folyamatokat el lehet indítani, kereteket meg lehet teremteni, és akkor egy 30-50 éven belül ez szuperül fog működni. Lehet, hogy csak nem figyeltem, de a Suzi szerintem pont a legviccesebbet nem mondta. Ő csinálta a lakossági fórumot, vagy nem lakossági, fogadóórát, ugye be lehetett menni az irodájába, ahova DJ-ket szervezett. És ilyen DJ-k nyomtak háttérzenét, az ilyen random lakossági palaszoknak, az nagyon jó. A 12. kerület a részvételiség terén is alapvetően békepárti álláspontot képvisel, és nagyon fontos neki a részvételiség, ezért is szokott az önkormányzat egyik alkalmazottja minden héten Pokorni Zoltán házában takarítani, hogy az egyszerű emberek is ugye több időt töltessek a döntéshozókkal, és így hathassanak a véleményükre. Egyébként nálunk semmi, hát itt megállt az idő, évi egy közmeghallgatás, a klasszik frontális módon. Na, ami viszont marha jó cucc, és nem tudom, bevállalta-e bárki mai napig, a járókelő.hu-t azt ismeri bárki. Problémákat lehet bejelenteni. Na, és ennek van egy olyan változata már, amit lehet integrálni egy önkormányzati weboldalba, ami azt jelenti, hogy az önkormányzathoz beérkező, mondjuk úgy, hogy panaszok, nyilván nem mindegyik, tehát ami személyes ügy, az nyilván nem, de ami mondjuk ilyen városfelújítás vagy ilyesmi ügy, azok megjelennek ugye ott a felületen, és látszik, hogy hogy áll. És akkor ciki lesz ugye, hogy 20 napja nem válaszoltál. Ugyanígy egyébként tök fontos, hogy az emberek általában nem tudják, hogy mi kihez tartozik. Tehát nem tudom, tudjátok-e, másnak kell takarítania ott a buszmegállóba a járdát, mint a buszmegálló mellett, és másnak kell az úttestem. Máshoz tartozik az elektromos doboz, meg az a kábel, meg az a villanyoszlop. Tehát, hogy ezt nem tudják az emberek, és szerintem most nem tudok százalékot, de elképesztő arányban olyan problémákkal keresik meg az önkormányzatot a lakók, ami nem az önkormányzat dolga. És ugye, akkor mit tehet az önkormányzat? A 12. kerület azt csinálja, hogy 20 nap alatt ír egy ilyen ötoldalas jogi szaknyelvű válasz, hogy ez miért nem az ő dolga. Nyilván ennél rosszabb hatása semminek nincsen, mert a lakónak elmegy az életkedve, és elköltözik a kerületből, és eladja a házát. Ettől még békepárti marad az adott lakó, de valószínűleg elköltözik. És ugye a járókelő ugye az pont ezt tudja, hogy eleve ahhoz irányítja a megfelelő panaszt, akinek a dolga, és láthatod nyilvánosan, hogy mi volt a válasz, meg hogyan áll az ügy. Tehát konkrétan szerintem a fele terret le lehetne, az ilyen válaszolgatási terret le lehetne venni az önkormányzat válláról, és hát tényleg lehetne látni, hogy mennyire lassan halad minden, és akkor talán majd ugye leváltják az embert 5 évvel később. Itt vannak egyébként Budapesten szavazók, budapestiek, és tudjátok, békepártiak. Hogy... Kik a békepártiak között? A béke, ugye? Ez végre egy nagyobb tömeg. Ilyen Oroszország és a béke.
Valójában azt akartam megkérdezni, tudjátok, hogy a fővárosi közgyűlésbe is menni kutyapárt? Csak egy valaki tudja? Nem már. Igen, jó, és lett volna egy kurva jó parkolónk itt mögötte. Most, hogy végre bekerülünk, erre mit csináltok ezzel a hülye parkkal itt? Mindegy. Ezt kibetonozzuk, nyilván. Nyilván ez lesz az első. Nem, nekünk nagyon fontos a részvételiség, ezért nem. Nem. A végén jó, mindjárt... Szerintem írásban, ott annál a pultnál tudod leadni, és akkor 30 napon belül válaszolunk. Igen, a közmeghallgatások, az tényleg egy ilyen középkori dolog egyébként, mert nálunk Újpesten, én kipróbáltam, beadtunk egy olyan kérdést, hogy hogyan viseli el a hivatal a itt lakóknak a végtelen szeretetét, és hogy ez nem jár-e túl sok plusz adminiszter, és bazd meg válaszoltak, és felolvasták a kérdést, mert hogy beültettek 4 troll embert, akinek tényleg ilyen volt a kérdései, hogy tisztelt Tripon Norbert, a polgármester úr, csodálatos a park, a patak, a busz megálló, az utak. Várható a még további felújítás, pedig már most is nagyon sok van, és 10 évre elég, de várható. És tudod, de ezek között elveszett. Igen, a budapesti listáról beszélnénk, még azt írtam fel. A korrupcióról kurva sokat beszéltünk a Krisztával, Ákossal, meg a Gergővel egy héttel ezelőtt. Ezt meg tudjátok nézni a Kutyapárt Facebook oldalán. Iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a csengőt. Nálunk is, ne csak Torockai Lászlónál. Budapesti témák, budapesti célok, mit gondoltok, mit tudnánk elérni, milyen témákat szeretnénk bevinni a közgyűlésbe, és most elsősorban Kriszta. Igen, arra kérek mindenkit, hogy hirdesse, én most egy csomó random, ugye kopogtatunk, kitelepülünk egész nap a választó polgárokkal, találkozunk, kezet fogunk, de már csak egy hétig, ahogy mondja elnök úr. És hát az a helyzet, hogy fogalmuk nincs az embereknek, hogy lesz egy ilyen listás szavazás. Ugye eddig nem volt, polgármesterekre szavaztak, akik alanyi jogon kerültek be a fővárosi közgyűlésbe. Na most az a helyzet, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy mi történik a fővárosi közgyűlésben, és hogy milyen összetételű lesz ez a közgyűlés, mert Budapest ügyeit, amiről most sokat beszéltünk pici helyi szinten, például a problémák, az ügyintézés, kihez tartozik a közlekedés, kihez az utcatakarítás, kihez a közművek, vízi közművek, más közművek, kihez a parkolás, milyen szabályozás, ez mind-mind a budapesti közgyűlésben dől el. A budapesti közgyűlés működésébe pedig az én ottani 5 éves tapasztalataim szerint nagyon-nagyon elkélne a kutyapárt. Mégpedig azért, mert ott mindenki halálosan komolyan veszi magát. Egy. Mindenki legalább egyszer már eladta magát pénzért azért, hogy pozíciót szerezzen. Mindenki háborúpárti, de ezt majd elnök úr mondja el, szerintem. Én békepárti vagyok. Mindegy, az nagyon fontos, hogy egy... És hát az a helyzet, hogy én ebben a pártban, bár nem vagyok a tagja, de nyilván együtt dolgozom Szuzival 4 éve, és nagyon sok kutyapártossal, meg akcióval, meg tevékenységgel találkozom. És ebben a pártban az a legjobb, hogy itt jó szándékú emberek vannak. Jó szándékú emberek gyűlnek össze, akik egymásért, a mikroközösségükért, közösséget építve dolgoznak. És ez nagyon-nagyon hiányzik a politikából. Higgyétek el, vannak nagyon jó fejpolitikusok, de jó szándékúak nagyon kevesen vannak. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha elvinnétek a hírét, holnap például lesz egy ilyen listavezetői vita, ami most már 26. ilyen vita a sorban, én attól félek, hogy a világon senki nem fogja megnézni, de én megpróbálom ott meggyőzni a választókat, hogy a fővárosi közgyűlésben nagy arányban erős támogatottsága, juttassák be a két farkút, hogy azok, amiket most itt mind elmondtak, akár a Veronika, a Szuzi, a Gergő, és persze a legtöbbet pártigazgatót, mint majd Újpest polgármestere tudna erről békepártiként beszélni, hogy ezek a dolgok nagyon erősen jelenjenek meg a budapesti politikában. Úgyhogy innen is üzenem mindenkinek, ott hátul is, hogy szavazzanak a Magyar Kétfarkú Kutyapárt budapesti listájára! Így van, szavazzatok a békére!
Na, nekem ez a parkoló lenne itt a fontos egyébként, hogyha ide fogok járni melóba, amit ugye éppen tönkretettek. Nem tudom, lesz-e rá pénz. Tehát egy parkoló, azt is tudjátok, hogy 5-10 év tervezés, rengeteg pénz. Le kell vernünk újra a vakolatot ugye itt az épületekről. Úgyhogy ha nem is azonnal, de a választás előtt 5 év múlva, ha más nem, egy pop-up parkolót létre fogunk hozni mindenképpen itt a Városházatéren. És parkolási ügynökséget is, igen. Szociális parkolási ügynökség a békér. Én még csak nagyon röviden annyit a részvételiséghez, és remélem akkor Budapest is erre felkészül, mert ugye már a jó gyakorlatokat kidolgoztuk, hogy szerintem én, amit látok például Budán is, hogy nagyon fontos, hogy az emberek, a lakosok már így kinőttek a pompomlányos, tinédzserkori pompomlányos rajongás korszakából, úgyhogy szerintem érdemes nekik lehetőséget adni, hogy mondjuk akár két-két választás között, vagy egy-egy választás között is így beleszóljanak a dolgokba, és ahogy a Suzi is mondta, hát erre azért még elég sok fajta gyakorlatot ki kell alakítani. A kutyapárt szerintem azért nagyon fontos, amit csinál, hogy mi kint is vagyunk, tehát az önkormányzatban, hogyha bejutunk, azért mi ezt a mozgalmi hátteret nem felejtettük el, folyamatosan kint is vagyunk, és azt, amit kintről beviszünk, az meg ott egy kicsit fel tudja rázni a kedélyeket. Szóval szerintem érdemes állampolgárként tekinteni az állampolgárokra, nem csak pompom lányok vannak. Köszönjük szépen, és akkor 3 nézői kérdés. Figyeljetek oda, hogy 1 perc alatt tegyétek fel a kérdést, és a háború vagy a béke fronton mondjatok egy egyértelmű választ a kérdésre. Sziasztok! Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy Torockai László miért nem tudta megmondani, hogy ma esni fog az eső? Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy Apáti Bence elemzéséből ismerjük, hogy mi történne, hogyha a cárt bombát ledobnák az operaházra. Esetleg be tudnátok számolni arról, hogy végeztetek erre vonatkozó kutatásokat, hogyha a ti kerületetekben valami híres középületre dobnák le a cárt bombát, akkor mi lenne a békének a kimenetele? Most még beszélgettünk a Krisztával, és nem hallottuk a kérdést. Na, ezt jól előttétek, úgyhogy köszönjük szépen, hogy jöttetek. Iratkozzatok föl, és nyomjátok meg a kis csengőt. Köszönjük, hogy jöttetek. Bármelyik szavazólapon a 80 közül, amit kaptok, keressétek az MKKP című betű szót, oda kell az X-et. Ezt majd kinyomtatjuk így papíron, hogy meglegyen. Csinálunk majd sablont, hogy tudjatok szép X-eket rajzolni. Na jó van. 4 darab. Hány darab szavazólap lesz, mondjuk el? 3, 5, 4, mi se tudjuk. Hát lesz egy EP, most a budapestieket mondom, itt lesz egy EP, ugye van egy főpolgármester, van egy kerületi polgármester, és van egy egyéni jelölt, és van a budapesti lista, az 5. Nemzetiségi lista. De az vagy-vagy. Igen. Vagy-vagy. 5 lesz. Mindig a békére. De a igen, tehát alapvetően a békéről döntötök mind az 5 szavazólapon. Egyébként csak többféleképpen dönthettek. Ja, és a mezőgazdaság. Hogy demokrácia vagy mezőgazdaság. Igen, ez a... Köszi szépen!